Október 15-ével hivatalosan is elindult a fűtési szezon. Ilyenkor az egyik legfontosabb dolog, hogy kifogástalan műszaki állapotú tüzelő-fűtő berendezések legyenek otthonainkban, azokat rendszeresen vagy műszaki leírásukban jelzett időközönként ellenőriztessük szakemberrel, aki erről igazolást is ad. A legfontosabb az, hogy csak megbízható nyilvántartásba vett szerelővel dolgoztassanak, az úgynevezett kontároktól, az olcsó kontároktól óvakodjanak. Nagyon fontos a levegő, friss levegő bevezetése a lakásba, rendszeres szellőztetéssel akár. Nagyon fontos az, hogy a készüléket megfelelő időnközönként évente legalább egyszer karbantartsák, és a kéményt rendben tartsák. A kémény ellenőrzése, a kémény kitisztítása legalább annyira fontos, mint amit az előzőekben elmondtam. Mivel a szénmonoxid mérgezés halálos kimenetelű is lehet, kijelenthető, hogy a jelző és riasztó berendezések akár életmentők is lehetnek. A statisztikák azt mutatják, egyre többen vásárolnak szénmonoxid jelzőt, hiszen míg 2013-ban a szénmonoxid mérgezéses esetek mindössze 13%-ánál volt jelen szénmonoxid érzékelő, addig a tavalyi esetek már több mint felénél. 2013-ban 13, tavaly 12, idén pedig 3 esetben sajnos már halált is követelt, emberi halált követelt a szénmonoxid gáz. Megyei adatokat tekintve 2014-ben 25 ilyen jellegű káresemélyhez vonultak ki megyebeli tűzoltók, és 41 sérülés, személyi sérülés következett be, és egy esetben sajnos már nem lehetett a sérült életét megmenteni, tehát haláleset következett be. 2015-ben a mai napig 10 ilyen jellegű káresemény következett a megyénkben, és 5 személyi sérülést követelt a szénmonoxid gáz. A főfelügyelő hozzátette, a fogyasztóvédelmi hatóság honlapján megtalálható a biztonságos, vizsgált, jó minőségű érzékelők listája. A Nyíregyházi Bánki Donát Műszaki Középiskola csapata pedig egy okostelefonokra letölthető applikációt is megalkotott. Ez ingyenesen elérhető bárki számára, és tartalmazza azokat az információkat, amit a fűtésszezonban akár a szénmonoxid mérgezésről tudni szükséges.